Én is üdvözlök mindenkit, aki itt van a teremben, illetve hallgat minket még a távoli helyszíneken. Én a mai napot tulajdonképpen csak bezárni szeretném. Én azt gondolom, nagyon érdekes előadásokat hallottunk, és nagyon sok mindent lehetett tanulni. Én azért alapvetően jó híreket hallottam. Jó híreket hallottam az, hogy a távközlésben, hogyha korra koncentrálunk, tehát amihez értünk, abban is van annyi kihívás, hogy a következő években bőven ad nekünk is, a fiataloknak is, talán a jövő generációnak is munkát. Nagyon jó hír, hogy az a gyorsaság, amit egyébként megszoktunk a távközlésben, hogy egy hónap vagy egy év alatt fejleszünk ki egy szolgáltatást, az le tud rövidülni egy hétre, meg három napra. Ez egyébként egy rossz hír annak, aki egyébként kényelmes, de alapvetően ez egy pörgést ad szerintem a következő időszakban a távközlésnek. Nagyon jó hír az, hogy azok a technológiák, amire beszélgettünk néhány évvel ezelőtt, és praktikusan a jövőben, azok már itt vannak. Tehát nem úgy beszélünk a cloudról, nem úgy beszélünk a blockchainről, hogy ezek ezek majd jönnek, hanem ezek gyakorlatilag itt vannak a jelenünkben. Rossz hír, hogy ehhez még rengeteget kell tanulni nekem is, meg szerintem sok mindenkinek, hogy ezeket tényleg értsük. Ezekhez fel kell tudnunk zárkozni. Jó hír az, hogy a jövő orvosai nem csak stetoszkóppal tudnak diagnosztizálni, hanem elképzelhető az, hogy egy olyan adatbázis van mögöttük, ami gyakorlatilag az ő tudásukat szintetizálja, és el tud jutni ez a tudás sokkal több emberhez, mint amit egyébként ma el tud jutni. Rossz hír az, hogy noha egy ilyen pandémiás helyzetben vagyunk, a dark side, a sötét oldal egyáltalán nem pihen, és nem tesz különbséget, hogy most egy olyan időszakot élünk meg, ahol összefogás kell. Rossz hír az is, hogy véget ért a mai nap, de mert szerintem mindenki is szívesen hallgatna még hasonló előadásokat, úgyhogy a holnapi napra azt mindenkit várunk. Köszönöm szépen az előadóknak, köszönöm szépen a hallgatóságnak, mert szerintem az előadók remek előadást tettek. Én bíztatom a hallgatóságot, hogy holnap kérdésekkel is bombázzák az előadókat. Én tudom, hogy ez a hibrid mód nem igazán erre kedvez. Egy picit el is szoktunk az elmúlt években, vagy elmúlt egy évben, hogy kérdezzünk, tehát én azt kérem a holnapi napon a hallgatóságtól, bíztatlak titeket, bíztatlak önöket, kérdezzetek. Nagyon jó válaszokat fogunk tudni adni a holnapi nap folyamán. Köszönöm szépen a figyelmet!